Érzem, nincs már semmi baj, letörlöm könnyeim, elűzte egy kicsi dal, bánatos perceim. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy visszaadtad örömöm. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy van még bánatom és örömöm. Szivárvány száll az égre fel, napfény az arcomon, a kismadár is énekel, boldogan hallgatom. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy visszaadtad örömöm. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy van még bánatom és örömöm. Érzem, nincs már semmi baj, letörlöm könnyeim, elűzte egy kicsi dal. Kedves szülők, tisztelt vendégeink! A harangok szava ebben a pillanatban azt jelzi, hogy búcsúzó társaim elindultak az iskolánkból, hogy ballagási ünnepségünk alkalmából elbúcsúzzanak társaiktól, tanáraiktól, iskolánktól, az ősi alma mátertől. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy visszaadtad örömöm. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy van még bánatom és örömöm. Érzem, nincs már semmi baj, letörlöm könnyeim, elűzte egy kicsi dal. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy visszaadtad örömöm. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy van még bánatom és örömöm. Szivárvány száll az égre fel, napfény az arcomon, a kismadár is énekel. Köszönöm,
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A mi segítségünk jöjjön attól, aki teremtett és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett ünneplő gyülekezet, kedves testvéreim, minnyájunk lelki épülésére és hitünk erősítésére hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amint az szól hozzánk a 138. Zsoltárban, eképpen. Dávidé, magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is csak rólad éneklek. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél. Téged magasztal, Uram, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait, énekelni fognak az Úr útjairól, mert nagy az ő dicsősége. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. Ha szorult helyzetben vagyok, és megtartod életemet, haragos ellenségeim ellen kinyújtott kezedet, jobbod megsegít engem. Az Úr javamra dönti el ügyemet, Uram, örökké tart szereteted, ne hagyd cserben, most sem, kezed alkotásait. Amen. Isten tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkben. Gyertek, imádkozzunk. Köszönjük, gondviselő atyánk, hogy vigyázol ránk, és hogy nekünk szülőket, tanítókat, testvéreket és barátokat adtál, akik szeretnek és akiket szeretünk. Köszönjük az ételt, amivel táplálkozunk, a ruhát, amibe öltözünk, az otthonunkat, amelyben lakunk, az alma mátert, a tudást, amely eligazít. Köszönjük, Úr Jézus, hogy szeretsz minket, és meg akarsz tanítani az élet igaz útjára. Kérünk, Szentlélek, Úristen, segíts, hogy tudjuk megtanulni mindazt, amit Jézus parancsolt nekünk,
és vezess minket úgy, hogy Isten gyermekei lehessünk a nagy életben is. Szenteld meg egybegyülekezésünket, szenteld meg az igét, hallgass meg Jézusért. Amen. Az ige hallgatására készülve énekeljük a 90. Zsoltár első versét, Te benned bízunk elejétől fogva. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves végzősök, kedves testvéreim, Istennek szent igéjét olvasom lelki épülésünkre. Máté evangélium a 7. részéből, a 24. verstől. Aki kősziklára épít. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Akik pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, beleütköztek abba a házba, és az összedőlt, és teljesen elpusztult. Amen. Helyünket elfoglalva figyelmesen hallgassuk az ige magyarázatát. Kedves testvéreim! Kedves végzősök! Egy mesét gyermekkorunktól kezdve jól ismerünk, ez pedig a farkas és a három kismalac meséje. Jól ismerjük, hogy házikót építettek, az egyik szalmából, a másik fából, a harmadik biztos alapra építve kőből, jött a farkas, előző kettőnek el tudta fújni a házát, a harmadiknak pedig nem. Jól ismerjük a tanúságát is ennek a történetnek, akárcsak felolvasott igénknek. Megéri jól megalapozni dolgainkat, megéri energiát belefektetni életünkbe, életvitelünkbe, és visszatérül ez, megáldja a mi dolgainkat, a mi Urunk Istenünk. Mégis gondolatainkban hány esetben lázadozunk az ellen, hogy ilyen biztos alapra építsünk, hányszor lázadozunk az ellen, hogy a legbiztosabb alapra, Jézus Krisztusra alapozzuk a mi életünket. Hát kedves végzősök, itt ennek a búcsú ballagási Isten tiszteletnek a kezdetén énekelhettük volna veletek együtt a 220. dicséretnek az első versét is, amely így kezdődik, Bocsáss meg Úr Isten ifjúságomnak vétkét. És most itt beszélhetnénk a csínytevésekről, amiket
itt bizony néha megtettetek régmúlt emlékekről. Aztán beszélhetnénk egy ballagási ünnepségen a szép időjárásról, vagy a szép díszítésről, amely az iskolát beborította ma reggel, hogy a tantermeitek között elballagjatok, csak a jóra emlékezve. De ebben az esetben több embernek az itt ülő, talán Istenről soha tudomást venni nem akaró hallgatóságból orgonaszó és szép díszes pompás ünnepség mellett elaltatnám a lelki ismeretét. Ez pedig nem engedi meg a református hittudatunk, hiszen egyik énekversünk így szól, nekem is számomra is egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt, Jézus Krisztust. És éppen ezért Luther Mártont, a nagy reformátort idézve, itt állok és másként nem tehetek, azaz szólnom szükséges még utoljára számotokra így, hogy együtt vagytok egy közösségben, arról, ami körülvet benneteket, kedves végzősök, 4 vagy 8 éven keresztül, a hitbeli nevelésről, a krisztusi alapokról. Ez lehet számotokra egy életre, a szabadságra vezérlő úti kalauz, hogyha önként magatokban tovább viszitek azt, amit kaptatok itt ebben az iskolában, a jézusi értékrendet, a Krisztus követői tudtok így maradni. Az alapokat megkaptátok a túri Alma Materben és a gyülekezet közösségében, ezekre az alapokra fel lehet építeni az egész életeteket, úgy, ahogyan teszik ezt oly sok generáció óta. Ülnek itt most közöttünk öreg diákok, akik sokadik éves, nem is mondom hanyadik éves érettségi találkozójukat tartják most közöttünk. Ők az itt kapott értékrendre építettek, szívükbe, lelkükbe zárták, amit itt tanultak a túri Alma Materben. És én ezt nem is tudom olyan szépen elmondani, mint Szép Ernő Öreg Diákokhoz című versében, ezt még hallani fogja a kedves jelenlévő közönség az egyik diák előadásában. Nem a latint kit nap-nap bevágtok, azt, amit adtak, s fel sem kérdezték, azt a szépséges, szép magyar leckét, testvért védeni, hazát szolgálni, hitet, hűséget, harcokat állni. A nemest virtust itt tanultátok, túri diákok, öreg diákok. És aki nem tiszteli ezeket az értékeket, annak Jézus Krisztust idézem, aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. Mert valljuk meg őszintén, ha jönnek az élet viharai, és nincs biztos alap, akkor egész életünk romokba dőlhet. Kedves végzősök, ti még most kezditek felépíteni a saját életeteket. Kikerültök a családi ház és iskolánk védő oltalmából, és adja Isten, hogy az a biztos alap, amit eddig megkaptatok, maradjon meg számotokra. A családban kapott szeretet, a gyülekezet közösségében megtapasztalt isteni szeretet, és maga Jézus Krisztus legyen életetek középpontja, alapja. És legyen igaz mindegyikőtök jól felépített életházára, az élet viharai közepette Jézus példázatának első mondata, és ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Jézus Krisztus megváltása, feltámadása, az általa nyújtott bűnbocsánat, az üdvösség és az örök élet reménysége legyen ilyen biztos alap a számotokra minden időben. Így legyen. Amen. Most pedig fennállva közösen imádkozzuk el a mi Urunktól, Jézusunktól tanult imádságot fennhangon. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
helyünket elfoglalva folytassuk tovább a mi ünnepi alkalmunkat a 463. dicséretnek éneklésével. A 463. dicséretnek első verszakát énekeljük, amely így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj! Tisztelt vendégeink, kedves Ballagó diáktársaim! Mindannyiunk nevében megköszönöm nagy tiszteletű Besztercei András esperes úrnak, hogy liturgiával szolgált, és nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök úr igehirdetését. Kérem, hallgassák meg Vasas István főigazgató úr ünnepi köszöntőjét. Szeretettel köszöntöm a Nagykunsági Református Egyházmegye esperesi hivatalának képviseletében megjelent nagy tiszteletű Besztercei András esperes urat. Szeretettel köszöntöm a Mezőtúri Református Egyházközség képviseletében megjelent nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök urat, valamint dr. Kun Elemér főgondnok urat. A kedves presbiter és kedves kollégákat. Köszöntöm Mezőtúrváros alpolgármesterét, Batta Attila Viktor urat, valamint az egyházi és városi intézmények előjáróit. Köszöntöm a kedves vendégeket, a kedves szülőket, a kedves öregdiákokat és hozzátartozóikat, és az 50 éve ballagott öregdiákokat. Kedves ballagó diákok! Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep, a szó, a könyv, a mosoly, a virág, körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket. Igen, valóban elérkezett az a pillanat, amikor szárnyat bont egy sereg diák, amikor az élet szólít, menni kell tovább. Véget ért egy gyönyörű életszakasz, a világra való rácsodálkozás, az eszmélés, a gyermeki ábrándok, álmodozások kora. Védőkarok öleltek benneteket. Egyik részről szüleitek, fáradtságot nem ismerve, egyengedték útjaitokat, veletek örültek, veletek izgultak, s most meghatódva néznek benneteket, a felnőtté váló gyerekeket. Mondjatok köszönetet mindezekért. Másik részről a nagymúltú iskolátok, tanáraitok féltő szeretetét is megtapasztalhattátok. A néhány nap múlva a kezdődő érettségi életetek első nagy kihívása lesz. Kitartó, komoly munkát igénylő próbatétel, a felnőttkor első állomása. A mai napon még nem erre gondoltok. A virágdíszben pompázó iskola, a nagy templom méltósága, az évente csak egyszer megszólaló kis harang, amely nem tanórára hív, mind-mind most benneteket szolgál. Talán emlékek felidézésére is késztet benneteket. A 4, illetve a 8 évig összetartó közösség felbomlása, a biztonságot adó alma mater elhagyása könnyeket csal az itt maradó diáktársak, jó barátok, a büszke szülők és még a tanáraitok szemében is. Örömteljes, várakozással, bizakodással, büszkeséggel teli is ez a nap.
Az érettségi után ugyanis elkezdődik a felelősségteljes, önálló és lehetőleg helyes döntéseket igénylő, komoly felnőttkor a maga sikereivel és kudarcaival. De ne felejtsétek Kölcsey szavait. Küzdés az élet. Továbbá ne felejtsétek Madách szavait. Karod erős, szíved emelkedett, végtelen a tér, mely munkára hív. S ha jól ügyelsz, egy szódzadzenk felét szüntelenül, mely visszaincs emel, csak azt kövesd. Kedves ballagó, kedves búcsúzó diákok! Most felvetődik bennem egy kérdés. Gondolkodtatok már azon, mit jelent református kollégium diákjának lenni? Milyen töbletet kaptok az emberi élethez, a boldogság eléréséhez? Lehet, hogy csak évek múltán jöttök rá, de higgyétek el, túri diáknak lenni nem csak ismeretszerzés jelent, hanem életformát, értékrendet, sajátos magyar gondolat és érzelemvilágot, keresztény erkölcsi tartást jelent. Borsos Károly, a túri gimnázium egyik meghatározó nagy egyénisége így beszél erről 1920-ban. A magyar kálvinista iskolák mindenkor hű tükrei voltak a magyar nemzet életének. A magyar néplélek szülte a mohácsi vész közvetlenül követő zord időkben, amikor a két pogány közt egy hazáért omlott a magyar vér. Amikor megszállta a magyar lelkeket az a tudat, elvész a nép, amely tudomány nélkül való. A túri alma máterben keresztény értékrendet kaptatok. Rajtatok múlik, hogy mit és mennyit fogadtok el, de tudnotok kell, hogyha az örömök földjévé akarjuk tenni a szenvedések földjét, akkor nincs más lehetőség. Ma a fejlett tudományok technikai csodák korában sem szabad mellőzni a hagyományos, sajnos ma már alig ismert erkölcsi elveket. Mindenek előtt megingathatatlan hitet, tisztességet, emberséget. Legnagyobb cél itt a földi létben embernek lenni mindig, minden körülményben. Továbbá felebaráti szeretetet, hazaszeretetet, alázatot, igényességet, kötelességtudatot, és még azt hiszem lehetne sorolni, mennyi mindent nem csak ismerni, hanem élni kell. Kedves búcsúzó fiatalok! Az élet minden kisebb-nagyobb bajok ellenére gyönyörű, ezer lehetőséget kínál, de figyeljetek az értékekre. Ne kápráztasson el benneteket a csillogás. Legyen emberi tartásotok, hivatástudatotok, bármilyen területen is dolgoztok majd tovább. Kötelességtudatotok, erős akaratotok. Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős megállja. És tudod, az erő micsoda? Akarat, mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat. Ha a felsorolt tanácsokat elfogadjátok, Isten segítségét kéritek, akkor a fiatal életetek derűje, szépsége, lendülete csodákra tesz képessé benneteket, s hazánk Isten képe lesz, nemes, nagy és dicső, így legyen. Az egész tantestület és a magam nevében is tiszta szívből kívánom, hogy nagyon boldogok legyetek, nemes céljaitokat elérjétek. Most elhagyjátok az alma mátert, de ugye tudjátok, ide bármikor visszajöhettek. Ide tartoztok, örömötökben, bánatotokban egyaránt osztozunk. Vigyétek magatokkal, őrizzétek, éljétek és adjátok tovább azt az örökséget, amit kaptatok. Végül két követésre méltó gondolattal szeretnék tőletek elköszönni. Vas Albert gondolata aktuális. Ha mi is megtesszük magunkét, bölcsen, egyetértésben és kitartó türelemmel, akkor hamarosan elérkezik az idő, amikor a jó elkülönül a rossztól, az igazság a hamisságtól, és az emberek, kicsik és nagyok, fölismerik az időtálló törvényeket, melyekre békés, fejlődő emberi közösségeket lehet építeni. Ez az egyetlen lehetősége annak, hogy a szenvedések földje örömök földjévé változhasson újra,
mindannyiunk számára egyformán. Jézus Krisztus intelme pedig örökérvényű. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Viszont látásra, áldás békesség, Isten veletek! Főigazgató úr ünnepi köszöntője után engedjék meg, hogy a ballagóinknak szóló köszöntőlevelekből olvassak fel. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem nevében dr. Bölcskei Gusztáv rektor úr köszöntése. Köszönöm a meghívást, aminek sajnos intézményi elfoglaltságom miatt nem tudok eleget tenni. Intézményének munkájára, dolgozóinak és ballagó diákjainak életére pedig Isten áldását kívánom. A Református Pedagógiai Intézet nevében Szonták Pál úr igazgató köszöntése. Hálásan köszönöm meghívásukat a ballagási ünnepségre. Külföldi tartózkodásom miatt sajnos nem tudok részt venni a rendezvényen, de ezúton is kívánom tanulóik további életére, pályájára Isten gazdag áldását. Szeretettel köszöntöm intézményük valamennyi pedagógusát is ezen az emlékezetes alkalmon. Professzor dr. Tóth Béla tanúgyi főtanácsos úr túri öregdiák köszöntése Innsbruckból. Hálás szeretettel és örömmel olvastam a Mezőtúri Református Kollégium ballagási ünnepségére szóló meghívót. Sajnos ebben az évben egyéb elfoglaltságaim miatt nem tudok ezen részt venni. Szívből kívánok főigazgató úrnak, a tantestület minden tanárának, tanárnőjének és a kedves túri diákoknak szép ballagási ünnepséget. A Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium, szakközépiskola, szakiskola és kollégium tanárai és tanulói nevében Majoros Gergely intézményvezető úr köszöntése. Akármilyen utat is választhatsz magadnak, mindig lesznek, akik azt fogják mondani, tévedsz. Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt fogod hinni, talán csak ugyan a kritikusoknak volt igazuk. Az út kiválasztása és követése a végsőkig mindig nagy bátorságot kíván. Kedves végzős diákok! Ballagásotok alkalmából szívből kívánom nektek, hogy erőfeszítéseiteket kísérje sok siker, egyéni életetek legyen teljes, vegyétek birtokba a jövőt, és találjátok meg a mában, a mindennapi feladatokban és a szeretetben boldogságotokat. A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola igazgatójának, Kozák Zsoltnak a köszöntése. Mint a fecske alkonyati szélben, ma szárnyat bont egy sereg diák. Kedves végzős diákok! Köszöntelek benneteket diák éveitek egyik legfontosabb eseménye alkalmából. Ma szárnyat bontotok ti is, és hamarosan megkezditek utatokat a távoli, ismeretlen jövő felé. Vigyétek magatokkal az útra, őrizzétek, és adjátok tovább azt az örökséget, amit iskolátoktól kaptatok. Kívánom, hogy mindegyikőtöknek sikerüljön megérkeznie oda, ahova vágyai, álmai vezérlik. Kollégáim és magam nevében kívánok mindannyiótoknak eredményes érettségi vizsgát, továbbtanulást vagy munkába állást és sikereket a megálmodott életpályán. A Teleki Blanka Gimnázium szakközépiskola, szakiskola és kollégium 626 szakképzőiskola és kollégium tagintézményének köszöntése. Egy életcélt követni nemes gondolat, s mi kell hozzá? Csupán akarat, mely minden ifjú szívében él. Küzdeni bátran egy új életért. Végzős diákjaiknak sok sikert és sikeres érettségi vizsgát kívánunk. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola nevelőtestülete és dolgozói nevében Nagy Béla megbízott igazgató úr köszöntése. Nem tudhatod, mit rejt a sorsot, mosolyt hozzá vagy könnyeket. Tanuld meg hát feledni a rosszat, s őrizd meg boldog perceket. Kedves ballagó diákok! Ballagásotok alkalmából szívből gratulálok. A közelgő vizsgáitokhoz sok sikert kívánok. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola nevelőtestülete és munkatársai nevében Földváriné és Simon Ilona igazgatóasszony köszöntése. Egy életcélt követni nemes gondolat, s mi kell hozzá, csupán akarat, mely minden ifjú szívében él, küzdeni bátran egy új életért. Sok szeretettel gratulálunk a ballagó diákoknak és tanáraiknak.
A további tanulmányokhoz sikereket, eredményeket kívánunk. A Kunmadarasi Református Általános Iskola nevelőtestülete nevében Nagyné Pap Róza igazgatóasszony köszöntése. Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A példabeszédek könyvéből vett sorokat ajánlom nektek útra valóul. Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. A Bethlen Gábor Református Általános Iskola nevelőtestülete nevében Virágné Katona Zsuzsanna igazgatóasszony köszöntése. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ballagásuk alkalmából szeretettel köszöntöm a végzős diákokat. A Turkevei Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda nevében Nagy Róza intézményvezető asszony köszöntése. Szeretettel köszöntjük a ballagó diákokat és az őket segítő pedagógusokat. Kiemelten szól a köszöntés azoknak a tanulóknak, akik iskolánk diákjai voltak. Isten gazdag áldását kérjük életükre, terveikre és közelgő érettségi vizsgákra. A Kézdivásárhelyi Református Kollégium tanára és diákjai nevében Farkas Ferenc igazgató úr köszöntése. Megkaptam a ballagási meghívót, de sajnos nem lehetek ott az ünnepségen. A végzős ballagó diákoknak és osztályfőnököknek jó magam és kollégáim nevében egy szép, örömteljes ünnepet kívánok. A mindenható Isten segítsen titeket, sok sikert a ballagóknak, örömet és boldogságot a tanároknak, szülőknek. A Mezőtúri Városi Intézmény Csodavár Központi Óvoda valamennyi dolgozójának köszöntése. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a régi jó világ, s mint a fecske alkonyati szélnek, ma szárnyat bont egy sereg diák. Szeretettel köszöntjük a Mezőtúri Református Kollégium Gimnázium Szakközépiskola Általános Iskola és Óvoda ballagása alkalmából a végzős diákokat és tanáraikat. Az előttük álló nagy megmérettetéshez sok sikert kívánunk. Dr. Horváth Józsefné Marika néni nyugdíjas latin szakos tanárnő köszöntése. Igen, tisztelt főigazgató úr, kedves ballagó osztályfőnökök és diákok! Köszönettel vettem a szép, igényes meghívót a ballagásra. Sajnos fizikai valomban azon nem tudok részt venni. Kívánom, hogy az érettségén sok sikert érjenek el a tanulók, öregbítsék iskolánk hírnevét, érjék el kitűzött céljaikat. Kívánok szorgalmat, egészséget, sok örömöt. Iskolánk és annak közösségei Vívát, Kreszkát, Flóreát. Szatmári József öregdiák köszöntése. A végzős diákok ballagási ünnepségére szóló meghívást hálatelt szívvel köszönöm. Azonban a szemet lelket gyönyörködtető eseményen nem lehetek jelen, ám de gondolataimat, üdvözletemet papírra vetve elküldöm az én iskolámba. Kedves maturáns diákok! A gimnazista évek nevezetes napja érkezett el. Ott a latin palotában és a református katedrálisban búcsúztak a legifjabb és legszebb diákévektől, tanáraitoktól, barátaitoktól, az alma mátertől, Mezőtúr városától. Minden bizonnyal lepergett szemetek előtt néhány filmkocka az eltelt évek emlékezetes, vagy éppen feledhető dolgozatairól, feleleteiről, diákcsínyeiről, az órákon és az órán kívül együtt átélt események sokasságáról. Legyen célutok, hogy tudással, szorgalommal megálljátok helyeteket az életben. És én, vén diák, azt kívánom nektek, iskolátok gondoskodását, tanáraitok áldozatos munkáját becsüljétek, díjazzátok azonképpen, hogy tegyetek sikeres érettségi vizsgát. Mert bizony hős harc az élet és megélni szép, a hozzáedzi tüzes szívkohók, ifjú vitézlők lengeteg szívét. A zöld büfé vezetésének köszöntése. Szeretettel köszöntjük a végzős diákokat, Isten gazdag áldását, és további munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk. Ünneplő gyülekezet. A végzősök nevében Trinyik Flóra 12. A-osztályos tanuló búcsúzik. Távol már a kezdet, de távol még a vég.
Elértem a labirintus közepét. Csalódások, gyönyörű emlékek velem vannak. Megőrzöm őket. Nagy tiszteletű Esperes úr, nagy tiszteletű lelkészelnök úr, tisztelt főigazgató úr, tisztelt tanáraink, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntök mindenkit, szülőket, rokonokat, barátokat és iskolánk tanárait, diákjait, akik eljöttek ma, hogy velünk végzősökkel ünnepeljenek. Eljött ez a nap, 2015. május 1-e, ballagásunk napja. A nap, amikor kilépünk a mezőtúri református kollégium biztonságot nyújtó falai közül a nagybetűs életbe, ahol nem leszünk már többé diákok, nem óv minket tanáraink féltő szeretete, magunkért leszünk felelősek. Talán csak néhány hete döbbentünk rá, hogy hamarosan vége a gondtalan diák éveknek, elballagunk, elválunk egymástól, és elbúcsúzunk szeretett tanárainktól. Csak néhány hete kezdtük érezni, hogy mennyire fog hiányozni ez a hely, és mennyire fogunk hiányozni egymásnak. Tavaly ilyenkor még csak a ballagás szervezésében vettünk részt, és azon járt az eszünk, vajon milyen érzés lehet ballagó diáknak lenni. Akkor azt hittük, még sok időnk van hátra az iskolából, de talán ez volt az az év, amely a leggyorsabban telt el az iskolás éveink közül, mégis ez volt a legszebb közös évünk. Mozgalmas, élményekkel teli tanév van a hátunk mögött. Az első fél évben a szalagavatóra készültünk, a közös próbák még inkább összekovácsoltak minket. A második fél év még gyorsabban telt az érettségire tanulással, a belső vizsgákkal, és a szerenádra, tanári búcsúztatóra és ballagásra való készülődéssel. Elteltek a gondtalan, jókedvel, nevetéssel, barátsággal, szerelemmel, olykor kudarccal és küzdelemmel teli diákévek. Itt hagyjuk az iskolát, a helyet, ahol felnőttünk. Szeretnénk megköszönni az egyházközségnek és vezetőinek, nagy tiszteletű Besztercei András Esperes úrnak, nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök úrnak, valamint iskolánk főigazgatójának, Vasas István úrnak, hogy megkaptuk a lehetőséget, hogy számot adhassunk tudásunkról. Kérem Vasas István főigazgató urat, hogy vegye át az évfolyam ajándékát. Drága szüleink, szeretnénk megköszönni azt a sok jót, támogatást, rengeteg segítséget és türelmet, de leginkább azt a mérhetetlen szeretetet, amit tőletek kaptunk. Egy egész élet kevés ahhoz, hogy mindezt a sok jót megháláljuk nektek, de megígérjük, hogy igyekszünk olyan emberekké válni, akikre büszkék lehettek. Kedves osztályfőnökeink és tanáraink, köszönjük azt a sok munkát, fáradozást, olykor küzdelmes harcot, amellyel meghapadtuk mindazt a tudást, amelynek birtokába kerültünk. Itt, az iskola falain belül tanultunk meg egy nagyon fontos dolgot, amelyet Arany János szavaival tudnánk összefoglalni. Előtted a küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csügged, az erős megállja. És tudod, az erő micsoda? Akarat, mely előbb vagy utóbb, de borostyánt arat. Tudjuk, hogy sok nehézséget okoztunk tanárainknak, de bízunk abban, hogy nem csak a rossz dolgokat hagyjuk emlékül, hanem szép pillanatokat, jó beszélgetéseket, szép feleleteket és sok értékesen telt tanóra vidám perceit. Hiszünk abban, hogy sikerült elsajátítanunk azt a tudást, amivel nekivághatunk az életnek,
és szeretettel gondolunk vissza az iskolánktól kapott sok jóra. Most hálánk és szeretetünk jelképeként emlékszalagot kötünk iskolánk zászlójára. Büszkék vagyunk arra, hogy 4 vagy 8 évig a Mezőtúri Református Kollégium tanulói lehettünk. Magunkkal visszük azt a hitet, tudást és kitartást, amit itt kaptunk, amik segítenek nekünk céljaink elérésében. Kedves 11-es diáktársaink! Amikor tavaly a ti helyetekben voltunk, nem hittük, hogy ez az év ilyen gyorsan eltelik majd. De higgyétek el, mire felocsúttok, már ti is itt fogtok állni. Használjátok ki még ezt az egy évet, amíg együtt lehettek. Forduljatok egymás felé szeretettel, és tegyetek minden pillanatot értékessé, hiszen már olyan kevés időtök van ebben az iskolában. Amikor tavaly átvettük a zászlót, megígértük, hogy becsületét megőrizzük, hírnevén nem ejtünk csorbát. Megpróbáltuk betartani ezt az ígéretet, de most rajtatok a sor. Átadjuk a zászlót, és kérünk titeket, hogy tegyetek meg mindent, hogy egy év múlva ti is büszkén adhassátok tovább. Kedves évfolyamtársaim! Eljött hát ez a nap, a ballagásunk napja, amikor még egyszer, utoljára végigvonulhatunk iskolánk folyosóin. 4, néhányan 8 gyönyörű évet töltöttünk ebben az iskolában. Emlékszem, amikor 2007. szeptember 1-én először léptük át a Mezőtúri Református Kollégium küszöbét. Akkor még kisgyerekek voltunk, ez a nap nagyon távolinak tűnik. De az idő elrohant, mi pedig felnőttünk. Rengeteg emlék köt minket ehhez a helyhez és egymáshoz is. Azt kívánom mindnyájunknak, hogy rossz emlékeink elhalványuljanak, míg a jókra mindig emlékezzünk, és ne felejtsük el egymást sem. Kívánom, hogy az érettségi vizsga mindenkinek az elvárásaihoz mérten legjobban sikerüljön, és mindnyájan elérjük az áhított, kitűzött célt. Az élet nem könnyű, de azt kívánom, hogy mindig hittel nézzünk előre, ne a rosszat lássuk még a rossz dolgokban sem, hanem optimistán induljunk egy szebb holnap felé. Ahogy Goethe mondta, ne csüggedj, hisz ifjú vagy, s minden elérhető, ha van benned bátorság, remény, szeretni erő. A búcsú nehéz, de hiszem azt, hogy nem intünk örökre búcsút egymásnak. A közös évek, a szép emlékek és a szeretet mindig össze fognak kötni minket. És ha most el is kell válnunk, hiszem,
hogy hamarosan újra keresztezzük egymás útját. Sikereket, a célok elérését és boldog életet kívánok mindenkinek, és azt, hogy fogadjátok meg Áprilé Lajos szavait. Ámulni még, ameddig lehet, amíg a szíved jó ütemre dobban, megőrizni a táguló szemet, mellyel csodálkoztál gyermekkorodban. A 11. évfolyamosok nevében Papp Beatrix 11. A osztályos tanuló búcsúzik a ballagóktól. Nagy tiszteletű Esperes úr, nagy tiszteletű lelkész elnök úr, tisztelt főigazgató úr, kedves vendégeink, kedves ballagó diákok! Különleges nap ez a mai. Hogy miért is olyan fontos? Nekünk, 11-eseknek azért, mert mától mi leszünk a legnagyobbak a diákok között. Ma még egyszer ti vagytok a főszereplők, hiszen mindenki értetek van itt. 8, illetve 4 év álltatok először sorfalat, 3 évig minden májusban egyszer bejöttetek, hogy kezeitek által boruljon díszbe az iskola. Most újra itt vagytok, de most ti vagytok díszben, virágok és ajándékok között. Idén mi díszítettük a ti termeiteket, és gyűjtöttünk virágot. Különleges és furcsa érzés, hogy most utoljára vagytok így együtt, ebben az oly jól ismert templomban. Hiszen legelső közös emlékeitek éppen itt kezdődtek el, kinek 8, kinek 4 éve. Oly soknak tűnik, de mégis oly kevés volt ez a pár év. 8 éve az évnyitón megszeppent 10-11 éves diákokként vettetek részt. Talán féltetek, hogy mit hoz a jövő, de az is lehet, hogy csak izgultatok. Az itt eltöltött évek során számtalan élmény, tapasztalat, tudás, barátság, szerelem és milliónyi boldog perc tett gazdagabbá titeket. A gimnázium megtanított tűrni, elviselni a fájdalmas perceket, és megtanított úgy nézni a világra, ahogyan előtte még nem próbáltatok. Nehéz lehet kiszakadni ebből a már megszokott közösségből. Nehéz itt hagyni a termeket, amikhez különböző élmények fűződnek. Nehéz itt hagyni a fontossá vált embereket, és elszakadni az évek során kialakított környezettől, közösségtől és kapcsolatoktól. Vajon hányszor hallottátok a következő mondatokat tanáraitok szájából? Ez egy intézmény. Kisfiam, ide nem melegedni jöttél. A csengő a tanárnak szól. Gyere ki, és tartsd meg helyettem az órát, valamint, hogy nem otthon vagy. Valószínűleg megszámlálhatatlanul sokszor. Sok tudást is kaptatok a tanáraitoktól, melyet több-kevesebb sikerrel próbáltatok megjegyezni. Sokszor intettek, hogy figyeljetek, mert szükségetek lehet arra, amit mondanak. Belegondoltatok már, hogy mennyi időt igényel a dolgozatok összeállítása, javítása és az óravázlatok összeállítása? Hogy talán ők is úgy izgulnak a jövő heti érettségi miatt, ahogyan ti? Hogy csendben imádkoznak, értetek? Lehet titokban remélik, hogy nem felejtitek el azt, amire neveltek. És beszéltetek arról, hogy mi lesz majd veletek? Kikerültök a jól ismert közegből. Most már nem lesz dolgozat újraírás, sem olyan, hogy nem írnak be jegyeket. Mától minden a saját felelősségetek. Ha tovább tanultok, senki nem szól rátok, hogy tanulj kisfiam vagy kislányom, mert nem lesz jó vége. Emlékezzetek arra, hogy mit tanítottak nektek, és hogy ide bármikor jöhettek. Az emlékezés mellett legyetek büszkék magatokra. Büszkék lehettek az előrehozott érettségikre, nyelvvizsgákra, sport, valamint tanulmányi eredményeitekre. Őszintén remélem, hogy ezeket majd mind tudjátok hasznosítani az életben. Így a gimnáziumi évek végén, 11-es szemmel nézve, túl vagytok a nehezén. Nehéz döntéseket hoztatok, és készek vagytok egy új, izgalmas útra.
Hogy ez az út merre visz, az csak rajtatok múlik. És ne feledjétek, az Alma Mater mindig visszavár benneteket, ha a nagybetűs élet kimerít. Gyertek vissza megpihenni a kisbetűs élet emlékeit őrző ódon falak közé. Engedjétek meg, hogy Jékeli Zoltán szavait adjam nektek útra valóul. Itt az időd, most bámulj és csodálkozz. Semmi se dőlt el, és nem végleges. Ésszel, szívvel törj messzebb a csodákhoz. Égen, földön őstitkot fejteges. Most pedig a ballagási ünnepség egyik legfelemelőbb pillanata, a tarisznyi átadás következik. Fogadjátok szeretettel! Thank you.
Most az alapítványi díjak átadása következik. Iskolánkban hagyomány, hogy az itt működő alapítványok kuratóriumai ezen ünnepélyes alkalommal adják át díjaikat. Dávid Sándor túri öreg diák, a Kertészeti Egyetem volt tanára emlékére felesége, Dávid Sándorné Vereckei Pálma asszony alapítványt tett a legkiválóbb eredményt elérő végzős diák egyetemi tanulmányainak segítésére. Itt meg kell említenünk, hogy az alapítvány megálmodója, Dávid Sándor most lenne 90 éves. Hálával adózunk emlékének. Az alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy ebben az évben az 500 000 forintos támogatást Trinyik Flóra 12. K-osztályos tanuló kapja. Trinyik Flóra... Trinyik Flóra 2007. szeptember 1-től diákja iskolánk 8 év folyamos képzésének. Hamar kitűnt, hogy nagyon jó képességű, tisztelettudó magatartású, szorgalmas diák. Az osztályközösség legkiválóbb tagja, aki mindig részt vett és szervezte a közösségi alkalmakat, kirándulásokat, diáknapokat. 8. osztályos korában tett konfirmációi fogadalmat, istentiszteleti alkalmokon rendszeresen részt vesz, úrvacsorával szintén rendszeresen él. 2013 nyarán a mezőtúron megrendezett Csillagpont református ifjúsági Kárpát-medencei találkozón társaival együtt önkéntesként több területen is bizonyította segítőkészségét, rátermettségét. Tanulmányi eredménye a 8 év alatt végig kitűnő volt, minden év végén általános nevelőtestületi dicséretben részesült. Minden évben több tantárgyi versenyen is kiemelkedő eredményt ért el, matematika, magyar nyelvtan, angol nyelv, latin nyelv, földrajz, fizika, kémia tantárgyakból. Magatartása és szorgalma minden esetben példás és mintaértékű. 8 éven keresztül osztálya mozgató ereje, osztálytitkára és az osztályfőnöke fősegítője. A versenyeken kívül kiemelkedő a nyelvi tanulmányokban elért eredménye is. Angol nyelvből és olasz nyelvből középfokú C-típusú komplex nyelvvizsga bizonyítványt szerzett, továbbá orosz, latin és német nyelvet tanult jeles eredménnyel. 2014-ben előrehozott középszintű érettségi vizsgát tett angol nyelvből. Flóra felsőfokú tanulmányait a Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok alapképzési szakán szeretné folytatni, majd a mesterfokozatot is elérni. A sportban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, 5. évfolyamos kora óta iskolánk leány kézi csapatának aktív tagja, több sikeres tornán is örökbítette iskolánk hírnevét. Felkérjük Dávid Sándorné Pálma asszonyt, az alapítvány alapítóját, az oklevél, az emlékplakett és az 500 000 forintos betétkönyv átadására. A Leslie Elgonda Alapítvány díját 40 000 forintot kapja Kassai Anna 12. A-osztályos tanuló. Kassai Anna 12. A-osztályos tanuló 2007. szeptemberétől diákja iskolánknak. A 8 év alatt jeles vagy kitűnő volt tanulmányi munkája. Osztályában hamar kitűnt nem csak egyenletesen jó tanulmányi eredményével, hanem szorgalmával is. A közösségi munkában is kivette részét, osztályának egyik legaktívabb tagja, segítő munkájára mindig számítani lehetett. 8. osztályos korában konfirmált, istentiszteleti alkalmakon rendszeresen vesz részt. A sportban kiemelkedő munkát végez, leánykézilabda csapatunknak egyik legeredményesebb tagja. A sporteredményeken kívül angol nyelvből megszerzett felsőfokú C-típusú nyelvvizsga eredmények kiváló teljesítményt tükröz. A díjat átadja nagy tiszteletű Besztecei András esperes úr, a Leslie Elgonda Alapítvány kuratóriumának tagja.
A Mezőtúri Református Egyházközség presbitériuma minden évben jutalmazza a végzős tanulók közül azt a diákot, aki részt vesz a gyülekezeti életben, jó tanulmányi munkája és magatartása példaként szolgál iskolatársai számára. Ebben az évben a jutalmat Strauss Mónika, 12. A-osztályos tanuló, kapja, aki 2007 óta tanulója iskolánknak. A 8 év alatt végig jeles, illetve kitűnő volt a tanulmányi eredménye. Példászorgalmas sokszor volt mintaértékű diáktársai számára. Több tantárgyban is ért el kiemelkedő versenyeredményt, így történelemből, földrajzból, matematikából. Középfokú C-típusú nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből. Közösségi munkája példaértékű, aktivitása, szervező tevékenysége mindig lehetett számítani. Sportban is kiemelkedő eredményeket ért el iskolánk lánykézilabda csapatának egyik legeredményesebb tagjaként. Római katolikus vallású diákunk. Mivel a presbitérium megtisztelő díja nem zárja ki más vallású diákok jutalmazását, így Strauss Mónika hitéleti tevékenysége messze menően megfelel a presbitériumi díj céljának. Mónika kisgyermekkora óta családjával aktív részese a gyülekezeti életnek. Rendszeresen jár templomba és úrvacsorával is él. Hittantantárgyból mindig dicséretesen magas színvonalon teljesítette a követelményeket. A presbitérium jutalmát 50 000 forintot átadja nagy tiszteletű Mihalina László lelkészelnök úr. Perjési Sándor és felesége Ave Maria Ildikó alapítványának díját 40 000 forintot Fejes Janka, 12. A-osztályos tanuló kapja, aki 8 évfolyamos tanulója iskolánknak. 5. osztályos kora óta kiemelkedő a tanulmányi eredménye, kitűnő tanuló. Szorgalma példaértékű diáktársai számára. Csendes, szerény személyisége ellenére mindig aktívan vett részt a közösségi alkalmakon, mindig számítani lehetett munkájára. 8. osztályos korában tett konfirmációs fogadalmat. Istentiszteleti alkalmakon rendszeresen részt vesz, úrvacsorával is rendszeresen él. Református hit és erkölcstan tantárgyból mindig dicséretesen magas teljesítményt nyújtott. A 2013-ban Mezőtúron megrendezett Csillagpont református ifjúsági találkozón társaival együtt önkéntesként teljesített szolgálatot. Kiváló eredményei több tantárgyból is vannak, így biológiából, magyar nyelv és irodalomból, angol nyelvből. Angol nyelvből középfokú C-típusú nyelvvizsgája van. A díjat átadja Vasas István kuratóriumi tag. A volt tanítványok a diákokért alapítványtól személyenként 20 000 forintot, ha következő tanulók kapják. Nátházi Krisztián, 12. B-osztályos tanuló. 2 éve érkezett iskolánkba, és ezóta folyamatosan emeli az osztály tanulmányi színvonalát. Minden évben 4 fölötti átlagot ért el, a 12. évfolyam első félévi átlaga 4,69 volt. Az osztályközösség munkájában tevékenyen részt vesz, szervezési, rendezési feladatokban mindig segítőkész. Az iskola sport életében is tevékenyen részt vesz. A labdarúgó csapat tagja. Ebben a tanévben a Diák Olimpia megyei és országos döntőjén is képviselte iskoláját duatlon sportágban. A református iskolák országos földrajzversenyén 5. helyezett lett. Református vallású a hitéleti eseményeket rendszeresen látogatja. A volt tanítványok a Diákokért Alapítvány 20 000 forintos díját kapja Szilágyi Mihály, 12. C-osztályos tanuló. 2007-2008-as tanévben kezdte tanulmányait a Mezőtúri Református Általános Iskola és Diákotthonban. Általános iskolás korában is kitűnt társai közül példamutató magatartásával, szorgalmával. A 8. osztály elvégzése után egyértelmű volt számára, hogy olyan középiskolába tanuljon tovább, ahol a református szellemiség és értékek a meghatározók. Így választotta a hagyományait megtartó és korszerű műveltséget képviselő Mezőtúri Református Kollégiumot informatika szakirányban. Az új közösségben hamar megtalálta helyét, igyekezett részt vállalni az osztály közösségének kialakításában. Segítőkészségével, tenni akarásával hamar elnyerte társai elismerését.
magatartása példamutató, tisztelettudó tanáraival és diáktársaival szemben. Az iskolai rendezvényeken rendszeresen részt vesz meghatározó tagja közösségének. Határozott, céltudatos egyéniség, aki tudatosan készül a felsőfokú tanulmányaira. A díjakat átadja dr. Tóth István, a Volt Tanítványok a Diákokért Alapítvány kuratóriumának tagja. A gimnáziumban jelentkezéskor a legjobbak közé számított az évfolyamban, itteni tanulmányai alatt végig tartani tudta ezt a szintet, minden évfolyamot jeles vagy kitűnő eredménnyel zárt. A 12. évfolyamot kitűnő eredménnyel végezte, középszintű C-típusú nyelvvizsgája van német nyelvből, és az angol nyelvvizsga folyamatban van. Az iskola sport életéből is aktívan kiveszi részét. Kézilabda sportágban a mezőtúri NB11-es ifjúsági és felnőtt csapat kapusa, az iskola csapatában Diákolimpia megyei és országos döntőkön rendszeresen szerepel, ahol gyakran a legjobb kapus címét is kiérdemelte. Kapcsolata osztálytársaival jó, a közösségi programokon aktívan részt vett. Katolikus vallású, a hitéleti eseményeket rendszeresen látogatja. A díjat átadja Vasas István főigazgató úr. A mezőtúri református kollégium általános iskolájának 40 ezer forintos Alma Mater díját Deák László 12. K-osztályos tanuló kapja. Intézményrendszerünk általános iskoláját kitűnő eredménnyel végezte. A 8. osztály után 2011. szeptemberétől gimnáziunk emelt óraszámú angol nyelvi képzésén folytatta tanulmányait. Jeles, illetve kitűnő tanulmányi eredményét végig tartotta a 4 év alatt. E tanulmányi munka mögött példaértékű szorgalma áll. Kiemelkedő versenyeredményei vannak matematika, földrajz és történelem tantárgyakból. 2014 őszén sikeres középfokú C-típusú nyelvvizsgát tett angol nyelvből. 8. évfolyam végén konfirmációs fogadalmat tett, rendszeresen jár istentiszteletekre, református hit és erkölcstantárgyból mindig kiválóan teljesített. Tanulmányi és versenyeredményeivel öregbítette mind általános iskolája, mind gimnáziumunk hírnevét. A díjat átadja Kupai Zsoltné, az Általános Iskola Alapítványi Kuratóriumi elnöke. Szép Ernő az Öreg Diákokhoz című versét elmondja Fodor Áron 11. K-osztályos tanuló. Szép Ernő az öreg diákokhoz. Öreg diákok, túri diákok, nektek messziről egyet kiáltok. Szívem trombitál messziről néktek, Túr városát el ne felejtsétek. Túr városának vén fehér tornyát, azt az egyszerű, szép magyar formát. Harangozás a hármas szózatját, ha szólongatja a mennyek atyát. Templom mellé ugye oda láttok, ott a ti nagy latin palotátok, hová álomba még visszajártok, öreg diákok, túri diákok. Jó is von újra a padban ülni, bánattól, gondtól elmenekülni. Fáradt lelkünkben friss lelket lelni, túri tanítást szívesen nyelni. A túri leckét, öreg diákok, nem a latint, kit nap-nap bevágtok, azt, amit adtak, s fel sem kérdezték, azt a szépséges, szép magyar leckét. Testvért védeni, hazát szolgálni, hitet, hűséget, harcokat állni. A nemes virtust itt tanultátok, öreg diákok, túri diákok. Nem ennyi bajjal,
hanem ennyi évvel, a zsenge szívvel, fiúi hévvel, úgy imádjátok, amit ti imádtok. Öreg diákok, túri diákok. Két életünk van itt a világon, egyik az élet, másik az álom. Egyik tövistád, másik virágot. Ugye tudjátok, öreg diákok. Berettyó parton tavaszi füzek, ifjú eszmények, örökké szüzek. Susogó fűszfák, amit meséltek, túri diákok, ne felejtsétek. Öreg diákok, ne felejtsétek, az ifjúságot el ne ejtsétek. Ifjak maradtok, túrra hajátok. Testvéreim, jó öreg diákok. Kedves vendégeink! Mielőtt Vörös Marti Mihály Szózat című költeményét meghallgatnánk, ismételten felhívom szíves figyelmüket, hogy ajándékaikat, virágaikat majd a templomból való kivonulás után a templom előtti téren szíveskedjenek átadni a ballagóknak, ők ugyanis ott bevárják a vendégeiket, hozzátartozóikat. Ballagási ünnepségünk befejezéseként kérem, hallgassák meg a szózatot, majd együtt énekeljük a 434. dicséretet a végzősök kivonulása közben. A szózatot elmondja Török Róbert 12. B-osztályos tanuló. Vörös Marti Mihály, szózat. Hazárnak rendületlenül légy híve, ó magyar! Bölcsőd az, s majdan sírod is, mely ápol, s eltakar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely. Áldjon, vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. Ez a föld, melyen annyiszor apáid vére folyt, ez, melyhez minden szent nevet egy ezredév csatolt. Itt küzdenek honért a hős Árpádnak hadai. Itt törtek össze Rabigát Hunyadnak karjai. Szabadság! Itten hordozák vérez zászlóidat, s elhultanak legjobbjaink a hosszú harc alatt. S annyi bal szerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, ve törve nem, él nemzete hazán. S népek hazája nagyvilág, hozzád bátran kiált, egy ezredévnyi szenvedés kér éltet, vagy halált. Az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért, s keserben annyi hűkebel szakadt meg a honért. Az nem lehet, hogy ész, erő és oly szent akarat hiába sorvadozzanak egy átok súly alatt. Még jönni kell, még jönni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Vagy jönni fog, ha jönni kell, a nagyszerű halál, hol a temetkezés fölött egy ország vérben áll. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az ember millióinak szemében gyászkönyül. Légy híve rendületlenül hazádnak, ó magyar, ez éltetőd, s ha elbukál, hantyával ezt akar. A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely, áldjon, vagy verjen sorskeze, itt élned, halnod kell. Thank you.
téged hirdet, minden dicsér, meg mind a neved, azzal úgy érnek, ezen mi méked, dicsérlet érnek, dicsérlet téged, dicsér a föld, dicséri szent neved, mint jó anyád, táplálsa veleded, virág, gyümölcs, zöld fű, a hegyvidék, tó és folyó, síkság és büszke mérc, minden miért. Csak téged hirdet, minden dicsér, mert mind a művet, azzal úgy érnek, eszen mi véged, dicsérlet érnek, dicsérlet téged. A nagy világ, létével énekel, szavunkra vár, hogy hozzád megtérjen, dicsérjük hát, királyunk nagy nevét, zengjen velünk, nagy Isten áldott légy, minden miért. Csak téged hirdet, minden dicsér, meg mind a művet, azzal úgy érnek, eszen ki véget, dicsérlet érnek, dicsérlet téged, dicsérlet.
bánatos perceim. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy visszaadtad örömöm. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy van még bánatom és örömöm. Szivárvány száll az égre fel, napfény az arcomon, a kismadár is énekel. Ebbe minden. Na, foglaljatok helyet, kérlek csak egy pár perc. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy van még bánatom és örömöm. Érzem, nincs már semmi baj, letörlöm könnyeim, elűzte egy kicsi dal bánatos perceim. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy visszaadtad örömöm. Köszönöm, Uram, köszönöm, hogy van még bánatom és örömöm. Szivárvány száll.